fővárosrendi az ényem, budapesti, az a városi, amelyik ebben az évben elnyerte és viselte és használta Európa sportfővárosa címet. Most ez a záró ünnepségünk itt. Milyen bemutató lesz most este itt a jégpályán? A szinkron csapattal fogunk kezdeni, ők az UTE basic kategóriájú szinkron csapata, tavaly magyar bajnokok voltak, és hát ez az év az, amikor szeretnénk jobb eredményeket elérni nemzetközileg is. 2000 óta van világbajnokság belőle, előtte csak világkupa volt, még sajnos nem olimpiai szám, ez nagyot lendítene a sportág népszerűségén. Nagyon sokféle elemet kell bemutatni, ezek kötelezően kiírják minden évbe. Sorban kell maradni, az elemeknek a vonalát tartani kell, vannak körök, meg átfésülések, és hát ezeket kell megtanulniuk, és mellette nagyon jól kell tudni korcsolyázni, ha azt akarjuk igazából, hogy színvonalas legyen a program. Megpróbáltuk egy előkészítés után felvilágosítással, meg mondokkal, meg újság, meg média, meg mindennel hívni az emberek figyelmét arra, hogy a világ ránk figyel most a sport területén. Rendeztünk utcai kosárlabdát, rendeztünk focipályát, gruntfocit, a szigetet kvázi kibéreltük, megkaptuk. Az egész szigeten sport, mindenféle sport volt. Milyen feladatokat lehet kipróbálni? Hát igazából ez egy pontgyűjtő játék. Van több állomás is, de nem kell az összeset megcsinálni. Elég négyet teljesíteni, és hogyha ez kész van, kapsz rá egy pecsétet, és akkor ott van egy sátor, és ott beváltatod ajándékokra. Na hát akkor hajrá! A sportolás egy szívügy lett ebben a kérdésben. Senki nem erőltette őket, nem kellett erre edzéseket csinálni. Oda jöttek és csinálták. Amit nem győzök elégszer hangsúlyozni, hogy ennek van egy közösség tartalma. Az, hogy jó együtt lenni, hogy itt nem lehet gonoszkodni. Itt mindenki szenved, fáj a lába, a térde, és tulajdonképpen élvezik. Kaptam egy ilyen pontgyűjtő kártyát. Mi most itt az első feladat? Hát először a fókát adjuk oda mindenkinek, ahol az egyik ember ráül arra a kék fóka-szerű játékra, és a másik ember meg tolja. Akkor a fókát most sikeresen teljesítettük? Igen, igen. És akkor jár a pont? Igen. Hát akkor kérem is. Akkor begyűjteném a harmadik pontomat is most itt azért a szánkózásért. És akkor már csak egy hiányzik ahhoz, hogy valami nyereményt is átvehessek. Mi a következő állomás? Ami egyéni, az az ügyességi pálya, vagy a curling, ami itt van mellettünk. Annyit kell tenned, hogy betérdesz majd ebbe a hegbe, és a három követ egyesével meg tudod minél messzebb csúsztatni. Az a lényeg, hogy próbáld megcsinálni azt, hogy a mindegyik kövvel picit messzebb csúsztod a követ, mint az előző követ, ahol volt. Mennyire hasonlít ez a valódi curlinghez? Abban, hogy a kő az valódi, a hack az valódi, sem másban nem hasonlít már hozzá, mert gyakorlatilag ugye azt nem korcsában játszok, mint ahogy most te korcsán vagy, de én abban, hogy valóban köveket engedünk el egy házba, abban valóban a valódi curlingre hajazza maga ez a játék is.